Polgármester a cukorgyári területet megvásárolja a Széchenyi Zsigmond beruházó Kft. Hogyan jutott erre a döntésre a város, hogy a Kft.-n keresztül szerzik meg ezt a területet, és milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban? Hát nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy el lett adva és értékesítve lettek a magyar cukorgyárak, és le lett bontva, de hogy ne menjen Ebek 30 adjára a terület, meg azok a gyönyörű épületek, amik rajta vannak, ezért a város úgy döntött, hogy megvásárolja a Nordcukertől. A Nordcuker ezeket az épületeket mindenképpen eladta volna. Amire szeretnénk használni, egyrészt megőrizni a cukorgyári múzeumot, ami bemutatja a gyermekeinek is, hogy milyen nagyértékű üzem működött itt nagyon sokáig, több mint 100 évig. Másrésztről művelődési házat szeretnénk a bejárat épületből, múzeumi tárolót a vadászati múzeum részére, és hát a digitális könyvtár is oda kerülne, egy szóval közművelődési feladatokat, és megőriznénk a területet. Van egy olyan területrész benne, amit később esetlegesen a város el tud adni, tehát értéket, vagyont képvisel, körülbelül egy ötöd, vagy még annál is kisebb értéken vásároltuk meg. Nagyon szépen köszönöm a Nordcuker hozzáállását, hogy együttműködött a várossal, és megtette nekünk ezt a dolgot, hogy ideadta el, és nem pedig mondjuk egy olyan helyre mondjuk, ahol nem megfelelő módon lett volna felhasználva ez az épület. Az üzemi rész, azok minden változatlanul megmaradnak, most úgy néz ki, vannak érdeklődők, új üzemet építene, ott több érdeklődő is, amik nem cukorgyártásra, hanem más tevékenységre, de mindenképpen munkahelyet teremt 60-ban. Jövőre egy önkormányzati cég végzi már a közétkeztetést. A térítési díjak tekintetében milyen kedvezményre számíthatnak a családok? Hogy miért léptük ezt meg, ezt korábban is már jeleztem. Mi segíteni szeretnénk a családokon, olyan gazdálkodást szeretnénk, amivel olcsóban lehet főzni. Ezért a szülők hozzájárulását 10%-kal le tudjuk itt csökkenteni januártól. Erről ma a képviselőtestület határozott, az új céget elindítottuk, a tevékenységét biztosítjuk, a pénzügyi forrást hozzá biztosítjuk, egy szóval rendben van minden. A régi dolgozókat átvesszük, tehát nem az a cél, hogy most leépítsünk, nincs leépítés, átvesszük a dolgozókat, ők dolgoznak ebbe a Kft.-be, de csak a közétkeztetéssel fog foglalkozni ez a cég. Ön az ülésen úgy fogalmazott, hogy a magyar államtól kapott 6300 millió forintot ajándékba. Hogyan került ide ez az összeg, és mire kívánják majd felhasználni? A képviselőtestület ma úgy döntött, hogy fejlesztési alapot képezünk belőle. Ez a város további saját erős fejlesztéseihez nyújt majd forrást. 300 millió forintot kaptunk a város fejlesztésére a magyar államtól, a magyar kormánytól inkább így, és én ezért nagyon hálás vagyok, nagyon örülünk. A magyar közönyben jelent meg az előterjesztés. Ez biztosítja a mostani átalakításon kívül, tehát hangsúlyozom, ez többletforrás, mert a város is jól gazdálkodott, és onnan is van neki forrása a mostani átalakításokra, de többletforrást jelent például olyan közterületek átépítésére, épületek felújítására, tevékenységen belül is fejlesztésekre. Mi nagyon örülünk neki, ezt az óvodáinkra és koráinkra fogjuk rákölteni, ráfér. Gyermekrajzkönyvet is kiadnak majd. Könyv kapcsán mire lehet majd számítani, miket tartalmaz, mikor jelenhet meg? Hát nagyon ügyesek a 60-i gyerekek, nagyon jól tudnak rajzolni. Karácsonyi témájú rajzokat készítettek, gyönyörűeket, és ezeket csokorra összefogva a képviselőtestület ma úgy döntött, hogy forrást biztosítunk a Nady Endre könyvtár Sinkovics Erikáék rendelkezésére, és egy gyönyörű könyvet adunk ki, amely tartalmazza ezeket a gyerekrajzokat. Felemelőjezés, a színvilág, a forma, a gyerekek, ahogy látják tiszta szívvel a karácsonyt,